Október 23-a egy közös nemzeti minimum. Egy olyan ünnep, amit pártállástól, kortól, társadalmi csoportoktól függetlenül minden magyar ugyanannyira tisztel és becsül, és dicsőséggel emlékezünk vissza a hőseinkre. Most mégis itt állunk a szuverenitásvédelmi hivatal épülete előtt, amit egyébként nem a kutyapárt talált ki, bármennyire is fáj ez beismerni, hogy nem mi voltunk ennyire kreatívak és viccesek, de most itt vagyunk, hogy megmutassuk nekik, hogy mégis mi lenne a feladatuk. Ugyanis jelenleg nekik az lenne a dolguk, hogy megvédjék az országot azoktól az orosz hackerektől, akik kibe járkálnak a külügyminisztérium szerverei között szabadon, illetve azoktól a kínai titkosrendőröktől védjék az országot, akik egyébként Magyarországon teljesítenek szolgálatot. Ezek helyett ők azonban most korrupció ellenes civil szervezeteket, oknyomozó újságírókat és a független sajtót vegzálják folyamatosan. Most az épület kerítésére orosz és kínai zászlók kerülnek kihelyezésre, itt a Báb Állam utcai szuverenitásvédelmi hivatal épületében, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatal inkább ezeket ennek a két országnak az érdekeit szolgálja ki, nem is annyira titokban. Ahelyett, hogy egyébként valóban a szuverenitásunkat veszélyeztető dolgokkal foglalkoznak és ezzel állnának szembe, mint például Orbán Balázs botrányos múltkori kijelentésével, ami szerint harc nélkül kellett volna feladni az országot 1956-ban. Világosan látszik az, hogy most a szuverenitásvédelmi hivatal mit tekint szuverenitásvédelmi kockázatnak. Ilyen például az EU, a civilek, a sajtó, az ellenzéki pártok, vagy gyakorlatilag a nem barna színű kiskacsák. Lényegében bármi, amire most gondolhatsz, megvan rá az esély, hogy pár nap múlva a szuverenitásvédelmi hivatal vezetősége kitalálja, hogy ez nemzetbiztonsági kockázatot sért. Ezek helyett azonban inkább azzal kéne foglalkozniuk, hogy ne lehessenek orosz hekkerek Magyarországon, hogy védjék az országot a kínai titkosrendőröktől, vagy a kínai kommunista párt befolyásnövelésétől, vagy Putyintól, de akár szuverenitásvédelmi kockázat lehet maga a Fidesz is. Amennyiben a hivatal most ezek után úgy döntene, hogy végre tényleg munkába lát, és tényleg a szuverenitásvédelemmel foglalkozó kérdésekkel foglalkozna, akkor ahhoz jó munkát kívánunk, de hogyha inkább közpénz 100 milliókból folytatják ezt a bohózatot, akkor arra nem tudunk más mondani, csak annyit, hogy jó szórakozást, és minden magyar állampolgár élvezze ki ezt a pár perc komédiát, amit kaphat ettől az intézménytől. Köszönöm szépen!